Akkor azt mondja, hogy jön a sorsdöntő meccs, és most végre eldől, hogy ki az, aki megérdemli azt, hogy a döntőben játszhasson a már vára várt Solid X10-en, aki tűkön ül, hogy valakit szétverhessen, egész nap arra várnak, ott vigyorodnak ott hátul, igen, láttam őket, integettek és jól van. Ja, most ismét a kék színeben játszik a Vibe Multi Gaming csapata, és velük szemben piros színekben pedig a Pusztító 5, Pusztító 5, Volt Wisdom, Volt Zilex Esport, sok minden a nevük, és jelen az első, hogy mindenkivel bedurrantak, hogy Jézus, amit fog csinálni, ez a Pusztító 5, a második meccsen pedig Vibe összeszedte magát, egy-két tasri kellett haza kint a szabadban, és a harmadik meccsen pedig meglátja, hogy ki mit tud produkálni, és ki az, aki a Solid X10-zel ezután a meccs után lejátszák a döntőt. Az előző meccsnek a tükrében pedig a bannok megint módosulnak egy kicsit, ugye Kartusz is ki volt téve az előbb, és úgy fest, hogy a Kassadinjától jobban félnek Robustokának, mint a Kartuszától. Inkább egyelőre úgy fest, hogy inkább hagynak neki egy Kartuszt, mint hogy ezzel az igen mobilis hőssel még egyszer szembe kelljen nézni. Árit úgy, ahogy van, megoldotta a középső ösvényen, és még onnan elbarangolva ugye folyamatosan gyilkosságokat is tudott szerezni, és most az Árit is kirakja a Wild, Alistar és Morgana még mindig elérhető. De azt mondja, hogy Blake ért két bant, és ugye az Árinek a játéka volt a harmadikban, amivel biztosan nem akarnak számolni a Wild-os játékosok. És a másik oldalon pedig X-Worm két lényét takarodták el igazából a harc 6 szintérről, illetve Robustának azt a lényét, ami az előző meccsen láttuk, hogy bedurrant egy ilyen 5-0-val legelején, miközben ahogy nézem, Marin sózza a csetet, pedig egy másik szobában játszogat. Marin és Robustoka is megjelent már itt a mi kis stream chatünkön, valóban jól látod ezt az egészet, és véget ér a banfázis. Yasuo az utolsó, akitől megválik, a Pusztító 5-ös brigádja, és itt újra a Wildon a sor, hogy az első karakterüket kiválasztják. Nem lennék meglepődve, hogyha Alistarra szert tennének megint, nagyon szépen játszott eddig, ugye vele végig Póni, de ugyanúgy az ő Namia és Morgánája is nagyon erős volt, avagy Viker Irelia-ja érkezik megint, mielőtt megfosztja tőle ugye Irelia-t a Pusztító 5. Így van, és ugye az előző meccsen tanúsított Irelia Viker kezéből sokkal használható volt, mint a Rivenje. Ez tényleg is valószínű, ő is abszolút bevallotta még a szünetben, hogy nem igazán protokált bele úgy, hogy használható lehessen, és mindenképpen ásánolt is meg lehet tenni egy-két fordulásból a bizonyos Viker Irelia, és ezzel szemben érkezik azonnal egy installa Kha'Zix Blake-től. Megláthatjuk majd, hogy Blake, hogy Kha'Zix, hogy látjuk igazából most egy döntő előtt, most az elődöntőben, az előző meccseken is, meg a legutolsó meccsen is, meg az elődöntőben, hogy játszik igazából V-vel, kapott érte egy bant. Teljesen. Hogy játszik Jarvannal, ott mondjuk azért nem kapott egy bant, akkor jöhet a Kha'Zix. Akkor bizony jöhet a Kha'Zix, és ugye Kha'Zixot még ebben, illetve ennek a két csapatnak az elődöntős párosítása során még nem láthattunk. Ugye kíváncsian várom, hogy mit fog tudni vele Blake domborítani, hogyha ugyanolyan magabiztosan játszik Kha'Zix-szal, mint Vi, felismeri a lehetőségeket, akkor Kha'Zix-ban is abszolút benne van a lehetőség, hogy Tast a saját erdejében büntesse adott esetben. Tast viszont most nem véletlenül nem választott még junglert. Ugye a Wild más sorrendben választja ki a karaktereket, mint az előző két alkalommal, ezúttal Blake-re van kényszerítve az első választás. És most lövészt, illetve valószínűleg Irelia ellenfelét láthatjuk majd a Pusztító 5 felállásában, megint hagyják majd, hogy Hóki reagálhasson Robustok a választására. Orianna eddig a kérdőjel kellős közepén, így viszont, ha ezt a lépést megteszik, akkor igazából, ha nem Orianna-t választ a jelen pillanatban Hóki, akkor ugye mondhatni azt, hogy még a Wild-os mid-linen is lehetne egy counterpicket választani, hogyha igazából Irelia ellenfelét hozná most Orianna helyett Hóki. Az a kérdés, hogy tényleg hogyan tovább, mert hogy Alistar még mindig lehetőség a Wild szemszögéből, de láttuk, hogy a Pusztító 5-östől Morgana teljesen jól megoldotta Alistart, gyönyörűen rakotta föl a shieldeket nem egyszer. Elise érkezik megint Tastól, magabiztos ezzel az Elise-szel, ugye... Hirtelen azt hittem, hogy megint Placeholderről szólnak nekünk, de akkor csak csapat megbeszélés van. Szóval Elise lesz Kha'Zix ellenfele, ez már biztos, és Póni a fent említett Namiával érkezik. Majd ugye támogató játékosként Alistar nem kerül be a játékba ezen a harmadik meccsen. Ami a kérdés az, hogy mit választ Robustó? És mindenképpen említésem méltó az, hogy
hogy érkezett a support játékos kezébe, az Little Pony-nak a Nami, hát ha másról nem is, de a Namiról mindenkiben híres Pony, egy legerősebb és a leggyakrabban használt karaktere, mint támogató játékos, az nem más, mint ez a Nami igazából. És a másik oldalon, appá, egy Zed érkezik majd Robusztól kezében, na attól kell igazából félni? Zedjét már láttuk domborítani, nem is egyszer. Ő volt az, akiről ugye megjegyeztem, nem is tudom melyik meccs végén volt az, amikor elfordulva a szemüveget fölcsapva várta, hogy mögötte a karakter ugye felrobbanjon, és szépen visszatérve csapatával így már emberelőnyben be is fejezték a meccset, és ezt ugyanígy végre fogja tudni hajtani valószínűleg Oriannán is, különösebb probléma nélkül. A kérdés az viszont az, hogy mi lesz akkor Irelia ellenfele, mert hogy Oriannát választják inkább a középső ösvényre először, annak ellenére, hogy tudják, hogy Viker ugye mit fog már játszani. És láthatunk még egy új karaktert adott esetben. Ugye tegnap Marin játszott a közvetített meccsöken először új felső ösvényes játékost Jorik személyében, most láthatunk esetlegesen egy Rumble-t. És látunk is. Remélem, hogy megvan a ZTTG, a Super Galaxy skinje a Rumble-nek, mert ha nem, akkor melyek a pofonokat osztogatni. Mindenképpen jól néz ki, azt imádom. Galaxy az nagyon szépre meg lett csinálva. Egyrészt látványosak a képességei, illetve a magyar szinkronban is el lett találva. Nagyon jól meg lett csinálva, és ha jól emlékszem, akkor a szinkronizáláshoz köze is volt a Gurren Lagann csapat tagjainak. Nem is tudom, hogy ki adta a szinkron, vagy ki kölcsönözte a szinkron hangját a magyar Rumble-nek, de nem is fontos ez most, a lényeg, hogy elkészült a két kompozíció, amondó vagyok, hogy állítsuk át akkor az overlay-t, hiszen lassan elkezdődik a 3 perces visszaszámlálás. Hát valami olyasmi, így van, 17 másodperc múlva mi is keveredünk bele ebbe a 3 perces Mátyás time-ba. Hiszen látom, a cseten jönnek a kérdések, ilyenkor hogy picit tudunk ráfigyelni, de mindenképp a meccs a központ, a Defection ugye, az előlődőben kipottyant, és ő most a harmadik helyet fog játszani majd. Ezután viszont mi a döntő fogjuk követni, ettől függetlenül ugye az itt levő vesztes csapat majd ezután játszik a Death Faction ellen. A Death Faction ugye az első továbbjutó, aki a bronz meccsbe, hát kicsit sajnálatos ez a kifejezés, de a bronz meccsbe ugye kvalifikálta magát, tehát így a továbbjutó az nem feltétlenül a legmegfelelőbb szóhasználat volt. Nézzük egy kicsit akkor a két kompozíciót. Tristana, Irelia, Riven helyett most ugye Irelia megint csak az előbb nagyon szépen játszott vele Viker, és mivel ott van Elise és Tristana is, egyedül Nami az, aki komolyabb AOE-t vagy CC-t ugye fel tud mutatni, igazából egy embert másodperc tört része alatt fel fog robbantani a Wildnak a csapata, és ez kíváncsi vagyok, hogy mit fog jelenteni a játék kezdeti fázisára, mert az előző meccsen háromszor is előfordult 15 percen belül, hogy négy emberrel mentek az alsó ösvényen egészen a pusztító Five mögé, és dive-olták be őket, akkor mondjuk Alistar egy nagyon nagy segítség volt a toronytankolás szempontjából, de hát most is ugye Elise, hogyha fölmegy a levegőbe, akkor a toronyagrót ugyanúgy át tudja adni, úgyhogy a lehetőség adott, a túloldalt egy jóval masszívabb AOE kompozíció van viszont. Pont ezt akartam kiemelni, ugye, hogyha a Vány egyesülően külön-külön szépen tud takarítani, azt azért ne felejtsük el, hogyha netalántán ugye ásánul kezdeni egy initiétet, hogyha van egy iszonyatosan lassítás, az Oriana ulti még jobban tud csattani, még több idő lehetőség van arra, hogy maximálisan akár 3 embert is átfogja, vagy 4-5-6-ot, annyit nem, de 2-3 mindenki a kérdéket megfogja, arra az igazából a Kha'Zix beugró burst, hogyha Blake teljes mértékben a damage alapú Kha'Zixot épít, már pedig valószínűleg azt fog építeni, akkor azt megint nem szabad elfelejteni a lead game-en, viszont nagyon-nagyon-nagyon tank hiánya lesz majd a pusztító 5-nak, ami igazából a Wild multigame-nek fog majd kedvezni, szóval egy mid-game-et fogunk szerintem látni leginkább. Ott fog igazán kiteljesedni minden, és ott fog eldölni. Felállások alapján tényleg ez tűnik reálisabbnak, ami még nagyon furcsa lehet az, hogyha az idéző képességekre ránézünk, Zed van Robustnak a kezében, és nincs fárasztás egyáltalán a pusztító ötösnél. Két égetéssel játszanak, hogy a támogató játékos is, és még Hawkeye is Oriannával égetéssel fog menni, vagy arra számítanak, hogy Blake konkrétan hozza a sátrat és lecövekel a középső ösvényre, mert hogyha Robustónak van lehetőségei támadnia, és megvan a 6-os szint, én nem tudom, hogy Orianna hogy tudja ezt megoldani. Nagyon-nagyon merem remélni, hogy Hawkeye előhúz valamit a tarsolyából, amit adott esetben még eddig nem láttunk, és izgalmas középső ösvény szemtanúi.
Ebben majdnem biztos vagyok. Ugye alapvetően, hogy Ari nélkül van most így a pusztító őt, én azt hiszem, hogy Orianna nélkül is. Ari nélkül és Orianna is mindenki meg tudják majd oldani azt, hogy meg kell, és legalább valami egy új foltját is tudjuk majd megnézni a pusztító fájnak, hogy minden hogy is játszik. Tudom, hogy nagyon sok karakterrel fel vannak készülve, maximálisan tisztában vannak azzal, hogy mennyi, hány darab karakter kell legalább ahhoz, hogy egy megfelelő típkombot összesen pakolni. Fejenként legalább 5-6, inkább 7 olyan karakter kell megtanulni, tudni kezelni olyan szinten, hogy azt mondaná, hogy hú, ezzel le tudom hozni. Arra leszek még nagyon-nagyon kíváncsi, hogy Asano mit művel a felső ösvényen, hiszen az eddig látott meccsek alapján már bebizonyította nekünk nem egyszer, hogy egy nagyon magabiztosan és stabilan játszó, ugye felső ösvényes játékosról van szó, Rumble-t pedig a 21. IC ellen még közvetített meccs alkalmával nem láthattuk. Iréliára, hogy ez milyen szintű megoldást jelenthet, ha nem is az ösvényen, de ugye egy harc esetén, az a plusz lassítás, az a nem is kicsi plusz lassítás, az elég kellemetlenül érinthet mindenkit, hiszen Iréliának és Elise-nek van valamilyen szinten lehetősége úgy befele mozogni, hogy különösebb életveszélynek ne legyenek kitéve, viszont hogyha a Tristánának ugye a lassításon keresztül kell mozognia, vagy adott esetben az ugrással is befele megy, akkor elképzelhető, hogy azt büntetni lehet. Egy tabot segítek, elvileg most. Ott van Egered. Itt nézd. Dehogy nem. De ott is jó tényleg. De jó. Az egér, gyorsan beszórjuk a karaktereket a megfelelő helyre, aztán a csapatnevek már ugye át vannak írva. Egy-egy az állás, jelenleg annyi kiegészítést még majd eszközölünk. És ha minden igaz, akkor ezt kell átírni. Egyesre. Aztán teljes képernyő. Egy tabolás, és akkor minden a helyére. Minden a helyére kerül. Ez a monitor másoros dolog, az nekem nem megy, pedig ez egy open streamet konfigúráltam már. Igen. Mind a két támogatójátékos a bűbájtól vagy pengéjét alkalmazza majd kint az ösvényen. Bóni viszont nem hozza a bónusz kezdő aranyat a támogató mesterségek közül, ami azt jelenti, hogy egy kisebb 40 aranyas előnye már most van a pusztító 5-nak. Hát ebből a 40-ből azért kigazdálkodni egy mondjuk határtalan pengét nem sikerül, úgyhogy különösebb előnyhöz így nem jutnak, amivel viszont gazdagodik, ugye Losua az egy plusz őrszem. És a második percben járunk, és látható az, hogy az alsó esély játékos, hogy szintén segítenek mind a két jungle-esnek jelen pillanatban is, ugye Kha'Zix saját kékénél kezd, még egyszerűen először saját pirosánál mind a két alsó és a játékos ott volt és segített maximálisan, és igazából így mindenképpen tükörformájában hallak, majd tudom a jungle-ben, hogy először szintén a vrétekhez szalad, és az is mindenképpen az a következő célpontja. 100 arany különbség az van, de igazából ilyenkor az még semmit az életében nem jelent. Kha'Zix viszont nem állt meg a lidérceknél, ő egyből tovább ment a piros buffot beszedni, és Rumble láthatjuk, hogy mivel a túlmelegedés veszélyzónájában tartja folyamatosan a mana bárját, aminek itt nem tudom pontosan, hogy mana helyett milyen van Rumble-nek, mindegy, túlmelegedés az, amit igazából neki nem szabad, hogy aktiválódjon. Most aktiválódik, viszont azt tudjuk, hogyha már közel van a túlmelegedés, akkor jóval többet sebeznek a képességei, és ezzel egyelőre az őrületbe kergetve Vikert már leradírozta ugye a fél élet erejét is. Viker nem véletlen egyébként felkészülve erre kristályflaskát és rengeteg életerőit talált vissza felső ösvényre. Így van, miközben Rumble irányom, egymást elkezdte mindenki csépelni, körülbelül egál a farm. Egyébként úgy érzem, hogy így, főleg az elején is, és szerintem végig, én nem tudom, én valahogy Rumble-t nem mertem volna hozni egy Irélyával szemben. Nem tudom, én nekem valahogy úgy érzik, hogy az a Rumble nem fog annyi ideig bírni, mint igazából kéne, de legyen igazából ez csak az én hülyeségem. Kíváncsi leszek nagyon én is a felső ösvény alakulására. Bunit pedig már ahányszor láttam, hogy a Namival játszani minden egyes alkalommal megoldotta azt, hogy az ellenfél lövész és támogató játékos legyen kiszorított helyzetben. Nagyon szépen alkalmazza a gyógyítását, mindegyik legalább kétszer pattant eddig ugyanúgy, ezzel nem csak sebzést, de ugye gyógyítást is kiosztva. Ez most ugye torony alá lőtte Korkinak, akinek már nincsen életerő itala, és előbb-utóbb meg kell fontolnia, hogy visszatér a kezdőre, mert ha elkapja Tristana és Nami kombója őt, akkor elképzelhető, hogy meghal. Naminak
Ugye a sebzése szintén tisztán mágikus alapú, úgyhogy Morgan a pajzsa még segíthet, de elég rizikós így kint maradni az ösvényen. Zed már elég erőtesebb bünteti Oriannát, 29-17 a minden aranyép lent, pontosabban középen a középső ösvényen, Tassról és abszolút a Robusztok a mögött rohangja, ugye mindenképpen érezhető az, hogyha ennyire agresszívan játszik Robusztó, akkor majd előbb-utóbb érkezni fog Blake. Bizony mennyi fölő öreszem kijelzésével. Blake valamennyire fedezi a fentről érkező genket Oriannára, hogyha netelentán fog is, de Robusztó nem túl sok lehetőséget hagy annak. Jó, közben Viker mellé érkezik Tastól, ásra lehet, bármi neki még villása van, érkezik hátul mindenképpen Blake, ebből talán forró népességgel nem lehet, tehát legalább ásárolnak villanása után nem kellett meghalnia. Ez a 300 aranyközség ettőfélet mindenképpen ott van, és valamennyire Robusztóhoz tehető, illetve most egy kicsikét Vikerhez is. Éppen azt próbáltam meg egyébként mondani, azt mondom, nehogy megígye annak a levét, hogy ő szereti a lebarnult lányokat, folyamatosan próbálja Iréli a fenekét pirítani. És ugye ezzel annyira előre tolódik, hogy simán besétált mögé Elise. Érkezett Blake ugyan felmentő seregként, és így a villanás az Asano életét megmentette, de az idéző képességek a túloldalt még elérhetőek. Kicsit sokáig tartott, mire leesett, azt hiszem. De a lényeg, hogy megvan Asanónak, közben a tornya alá tornyosulnak a minionok, ami azt jelenti, hogy nem lesz ő lemaradva Iréliától. Csak az már Dimitri körülbelül... Robusztól. Körülbelül csak 3-4-jel. Na hát, Robusztó maga biztosan vezet igazából az ösvényen. Annak ellenére, hogy egyik játékosnál sincsen már életerő ital, ugye Orianna maradék manája, ez körülbelül a teljesnek csak 10%-a, és így nagyon meg kell fontolnia, hogy most a minionokra eldobja-e a labdát, vagy adott esetben egy pajzsot helyez föl magára. Viker pedig megint bünteti Rumble. Van bünteti is, ugye középső és szintén büntetés alatt van valamennyire. Hawking nagyon szép, ez a lefogás, Namira ettől függetlenül gyönyörű szép, hogy az a bizonyos buborék, hogy két ember fogad meg Póni rajta, az éget is Korkin is kiment a villanás. Gyilkosság még nincsen, bár rosszul a bajban lehet a lefogás, jó, és neki is kiment a villanás, plusz még a gyógyítás Korkitól, tehát Korkin neki mindenre kiment, Viker lehet bajban, de nincs villanás esetben befejezni, de függetlenül ultia mindenképpen van. Érdekesség az, hogy a Tristanak semmilyen nem ment ki az Exorre, viszont ezzel szemben Colnál minden az égött egy világon kiment, ugyanúgy Morganától is. És ha jól látom, akkor Korkin szokás szerint a hármasság hatalma fog először épülni, így hatalmas sebzés, megint Hókira, és megvan, megvan Robu ultia. Azért félő volt, hogy itt nem azért teleportált csak vissza, hogy ráijesszen Oriannára, hanem meg is indulhatott volna. Oriannánál továbbra is égetés van, az pedig, hogyha kimegy a teljes Z-kombó, akkor nem lesz túlzottan sok segítség. 500 aranya jelentően repeszt a Y Multi Gaming, a 8. percet belépve már a pusztító 5-tel szemben, a lepfogás találkozott az esztikére, az az extremre instant fear, illetően kapása van is, ugye túl sok aranya, aminek sincsen, de ami még hillegeti szépen. Sokáig Zed mindenképpen abszolút agresszívan megy utána, mert Blake azonnal villan ki, az égetés nem igen lesz elég. Még egy kellett volna, még egy. Igen, ez így éppen, hogy kevés Blake-nek már nem volt elérhető, ugye életerő ital, amikor megindult befele, nem rakta föl időben, de még így is túlélte ugye az égetés, ennek köszönhetően marad a 0-0-ás állás, 500 aranyal vezet továbbra is a Wild. Jó a buborék megint csak ugye azért Morganára, bármennyire is Namit próbálják valamennyire noszogatni. Ez még annyi jelenléte van, hogy azért egy visszakézből egy kút valahogy bedobjon valaki alá. Komolyabb farmkülönbség az egyedül az alsó ösvényen mutatkozik, ahol ugye Tristana egy 20-assal vezet ellenlábasával szemben. Rumble is szépen tartja magát fent, és én ha jól látom, akkor érkezik középre, de ettől még Robustóhoz nem ér oda időben, de oda nem ér. Olyan biztos, így Robust van bajban, Olé! Ott az első gyilkosság. Robusztó elbambult. Teljes mértékben elaludt Robusztó. Vagy a pengéjét élezte, vagy válogatta, hogy mit fog majd ugye az árustól beszerezni, és ennek köszönhetően 400 arany üti Asano markát, hiszen bőven a negyedik perc után voltunk már. Én azért gondoltam, hogy nem fog odaérni időben, mert nem hittem volna, hogy egy ultit megérhet Asanónak az, hogy megakadályozza a Robusztó visszatérését, de még az ultit se kellett elhasználni. Egyszerűen odasétált, és hát... úgy fest, hogy a pirított férfiakat is szereti. Aztán ó, jól megpörkölte. Nem már, please. Most miért? Jó, oké.
Léci. Elis közben dolgozik már ugye a kék buffon nagy serényen, tehát ez nem fogja Zed markát ütni. Neki mana problémái amúgy sincsenek, energiára pedig annyira sokra nincsen szükség. Meg lehet most esetleg indulni, büntetni egy kicsit Hókit. Még mindig ez nem megy a rögés? Szóval legalább úgy sem lett volna, akkor oké, de... 200 golddal megy a Wild Multigaming a pusztító 5-tel szemben. 68-69 a két minion állás a középső ösvényen, 13-mal van lemaradva Rumble, ami többnyire hogy az elkalandozásának köszönhető. Az alsó ösvényen továbbra is a több mint 20-as előny jelentkezik, és Kha'Zix, illetve Elise még nem mutatta meg magát ezen a meccsen sehol. Még nem, és ugye ez az első gyilkosság elég volt ahhoz, hogy teljes mértékben aranyban visszajön a pusztító 5-ös a Wild Multigaming szemben. Meg sem értem szólalni, be akartam fejezni. Hallgatózunk nagyon, egyébként kifejezetten jó élmény így a csapatok közvetlen közeléből közvetíteni, mert jó pofa látni azt, ahogyan egy-egy eseményre reagálnak. Vikert pörköli megint Asano, ugye szintben ugyanott vannak, Minionban vezet Vikert. Kezdve Vikert mindenképp mehet Asanóra, kijön egy kisebb fajta bőz, Asano fél-fél életerő, a Rumble ultim mindenképpen bent van, follow-up, senkitől nem fog érkezni, ugye még út a közelben sincsen abszolút sem Blake, sem pedig Tushlord. Ez pedig ugye közben megnézi, milyenek ezek a bizonyos réteg, hogy is néznek ki test közelből. És Viker pedig megint megy, Ásonai bajban lehet, jó az ulti, abszolút, de Viker elszámolhatja magát, nem? Ott egy ulti, inkább abszolút kapásod a be a bokorba, és Viker megvan, 0-2. Viker nem csak hogy elszámolhatja magát, de el is számolta, nem hiszem, hogy számított ekkora sebzésre a Rumble ultiból. Nagyon csúnyán levitte Viker életerejét, szinte teljesen. Közben Hóki ugye a kék buffal kiegészülve a mana problémái neki azért megoldani látszódnak, és ha jól látom, akkor egy istennő könycsepjén serénykedik már egy ideje, hogy ezen minél több stack, minél hamarabb legyen, hiszen nem csak a... illetve a zonyát így igazából ki tudja kerülni, és a plusz pajzsot a saját fejére helyezve a Seraph öleléséből talán meg is oldhatja Zednek a kezdeti sebzését, viszont Rumble nem így dönt, Rumble azonnal indít a Zonya homokórája felé. Két alaptárgy már meg is van hozzá, 440 arany múlva, kevesebb mint a 13. percre már meg lehet a Zonya homokórája Rumble-nek. Érdekes, hogy mindenkiben az, hogy hiába van két gyilkosság a pusztító 5-nél, 100 gólt csak az előnyük jelen pillanat. Igazából ugyanaz, amit az előző két meccsen is tapasztalhatunk, hogy ha ki is alakul, kisebb fajta előny, ugye a pusztítottan, hogy mindenképpen gyilkosságban és abszolút a mobilitásban. A Wildosok általában jobban farmolnak. Az első két meccset szigorúan figyelembe véve, ugye 13 darab, 14 darab minden megy, most kapás a Viker, ahhoz képest, hogy meg is halt, és 96-90, egyelőny minden áll, most kb. Stagnál az egész, és Tristana megint csak majdnem 20 milliónnal vezet. Kha'Zix és Elise még mindig várat magára, hogy komolyabb belépőt produkáljanak, valahol farmolnak nagy serényen Elise-nél a vezetés, és ha jól látom, akkor a sárkánynál lesz az első találkozó. Igen, csak ugye befordul a kapásgy őrszemen keresztül, Viker megint bünteti Ászlót, és megint ugyanúgy, hogy ez a bizonyos Rumble ulti, Viker megint elszámolhatja meg, csak el fogja számolni, a kábítás még éppessége jó, Ászlótnak viszont van virralása, amit biztos, hogy el fog nyomni, az Orion-ot, ami nagyon szép, Hóka igazából bele a lettefél, de fönt Viker meghal, Korki eltemelti Elise-t, ott a kettőség mindenképpen Robustokától is, 4-2, bajban lehet még, attól fél a Wild, 3, alig-alig van valaki közülük, és Korki mindenképp megy be, megy utána, még fordul igazából Robust pedig meghal, befejezi mindenki az AD carry, és durrant még, szóval még egy igazából ultit még pluszban, Nami, aki a tribusra menekül, igazából Lék még mehet utána, abszolút el is temetheti, 2-6. És érkezik a teleport közben, Blake ezt még nem úszta meg. Blake ezt még nem úszta meg, ugye Viker mindenképpen úton van, bokorba be, bokorból ki, Viker ott a fél, ugyanúgy fog jönni, egy gyönyörű szép őrszemen csücsül rajta Blake, ott a másik, azon is most rajta csücsül, Blake mindenki bajban lehet, és extra még egy jó assistre benevezne, be is nevez, sőt egy jó KS-re. Igen, nagyon-nagyon jó helyre került most ugye a gyilkosság. A teleportját kihasználva Viker nem tudta volna megmenteni a felső ösvényen a tornyot, nagyon-nagyon kevés életereje maradt már. Ami viszont egy nagy érvágás volt a pusztító ötösnek, az az, hogy fél életerőre került Irelia-val szemben, ugye Rumble, és így hiába volt teleportja kezdőre. A sárkány ment, de jön a teleport most Ásánótól, akinek ultiig nincsen, a sárkány megvan a Wild Multigaming-nek, bár igazából még attól fog lehet fordulni, Colvin csak most fog majd jönni, azért még annyira nem biztos, hogy a Wild el fog jönni, csak egy clear dragonnal igazából.
Szóval visszatérve, ugye a teleportját nem használta el az előbb Asano, és tudhatott volna érkezni, de bőven fél életerő alatt volt, és ugyanaz, amit Corkinak sikerült megúsznia, egy robusto visszafordulásból meg lehetett volna lepni azt a Rumble-t, nem mert igazából emiatt ide érkezni, és hát ennek egyébként ott nagyon-nagyon szépen tért ki Corki az őrá visszatámadó robusto elől, azért halt meg robusto, és 6-3 az állás, hiába kerül a sárkány a Wildhoz, ugye a torony miatt is, illetve a kill előnyből származó aranynak köszönhetően egy ezressel vezet a pusztító 5. Így van. Az ezres mindenképpen azért valamennyire eltörpül ahhoz képest, hogy elkezdünk számolgatni, hogy van plusz 3 gyilkosságuk, van plusz egy tornyuk. Viszont nincs sárkány, azt a Wild Multigaming elhozta, plusz, hogy mindenképp a farmokat is mindenképp ilyenkor szem előtt kell tartani, bár mondhatóan nagyon szívem visszajött a pusztító 5 a farm szempontjából is, alig-alig a max talán a 10 millió a különbség az összes lénen. Teljesen más képet fest a mostani játék, mint az eddigi kettő. Ugye a 15. percre valamelyik csapat már kialakított egy 5000-es előnyt a játéknak. Ugye ezen pontján ennél sokkal lassabb és biztonságosabb tempót játszik mind a két csapat. Nem merik bevá, nem akarják eldobni az ICL döntőbe való jutásnak az esélyét. Hát... érdekes lesz. 2 percnél is tovább tart majd még, mire a sárkány újraéled. A zonya befejeződött, ugye Rumble-nél elkészült a hármasság hatalma, Corkinál a határtalan penge Tristanánál, és van egy Morellon, amik vonja Oriannának. Morellon a lefogása pedig, hogyha valamikor találnak, akkor mindenkivel lehet rá azért Corkinak rendesen damage-et rá aggatni, akár Namira, akár igazából Exhumre. És megint a Spanish-ek. Lossulnak a Spanish-ek, ez valami eszmény. Szerintem valahogy rá van állítva az egér mindig Corkira, aki mellette van, és mindig csak meg kell nyomni egy gombot, mert annyira frappális jönnek ezek a Spanish-ek, folyamatosan képül a Morgan a száporból, hogy eszméletlen. Táborról tud viszont innen a háromság hatalmával kiegészült Corki már piszkálódni, és érkezik Blake egy alsó ösvényes ninja támadásra. Esztike pedig kapja a buffot, be fog menni. Jujjujjujjujjujjujjujj, és kiülik azon a instant fear illetően, jön rá még Corki, abszolút, kijön a Nami ulti, igazából a villanása nem volt Exxonnek, abszolút be is fedi, Tashi még visszajön, de 3v2-ben Nami nincs meg éppen, de megvan! 3-8! A piros buff és ugye az Elder Lizard, vagyis a gyíkmester lelkének a sebzésébe belehal Nami, és nem tudta magát gyógyítani. A buffal nagyon-nagyon előre mozgott Tristan, a Blake pedig maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló nyersanyagot. Morgana ultia pedig gyönyörű volt. Abban a pillanatban, hogy Tristana elfele ugrott, meg tudta fogni Namit is és Tristanát is, végig is ment a bénítás, meg is lett az eredménye. Túl sokat beszéltél arról, hogy most nincs 2000 gold kialakulva a két csapat között, Nesze. Kösz szépen, Arvil. Ez azért jóval gyengébb tempó, mint amit az előbb, ugye bár, tehát kiegyenlítettem sokkal a meccs. A 20. perc környékére valamelyik csapat már az előbb 7-8 ezer arannyal vezetett, az első és a második meccsen is. Most a különbség a két csapat között ugye 2500 arany kereken. Viker pedig az alsó ösvényért cserébe egy tornyot bedönt felül, de hát tudjuk, hogy itt Rumble már megtette a dolgát. 3-1 továbbra is. Tornyok szempontjából az állás a pusztító 5 javára. Zárás az 3-8, és jelen pillanat picikét mindenki vissza kellett vegyen a Wild Multigaming, ugyanis látható, hogy sokkal masszívabb nyomást takarít most a pusztító 5 a Wild Multigaming javára, és látható azt, hogy a 3-1-es toronynak köszönhetően, ami arány mindenképpen a pusztító 5-nél van, egy-két őrszemet leszámítva, inkább figyelj meg a Wildosok őrszemét, hogy abszolút passzívan a saját jungle-öket rakják inkább körbe, mint a próbálnak kint valamit is látni, és 2 percben lesz egy sárkány. Az a kérdés, oda fogja a Wild Multigaming benevezni, vagy pedig nem? Hogyha a pusztító 5-ös ér oda a sárkány környékéhez hamarabb, akkor a kezdeti előny az bizony náluk lesz a harc során. Rumble, hogyha úgy van lehetősége elultizni, hogy a közeledő Wildnak ezen az ultin legalább egy részén vagy megkerülni kelljen, vagy azon áthaladni, akkor rengeteg időt és sebzést nyerhet ezzel a pusztító 5-ös csapata. A sárkányt ez alatt akár ugye adott esetben be is fejezhetik. Ha azonban a Wild ér oda hamarabb, akkor a Rumble ultijával be lehet szorítani a sárkányhoz az embereket. Bebizony. Nagyon fontos, hogy Asano ezt hova nyomja majd. Bebizony, közben lefele cammog, lassul és szól, legalábbis tervezgetik, egy Vision War kiezése volt igazán csak a cél. És ha lett volna igazán valami őrszem, akkor igazán azt szeretnék volna eltakarítani, miközben érkezik meg majd. Blakey szintén a középső ösvényre, ott már igazából nincsen torony,
ennek köszönhetően igazából túl nagy variációt nem lehet, hogy a sárkány körül szépen ez a Vision Web mindenki azt a célt szolgálja, hogy már ott is lássák, hogyha a városok közlekednek, mocorognak, hogy igazából 45 másodperc múlva a sárkánynak a megszélésére, szerintem így biztos, hogy szeretne a pusztítóját abszolút részt venni rajta. És azok is, hogy várj, mennyire fogom előre lépni, hopp, az a van, az meg lehet. Közben én megkérnélek rá, hogy a Seraph, illetve az Arkangyal pálcáját nézd meg kérlek Oriannának, hogy áll a stackeléssel. Ugye a 19. percben járunk, pont kitakarja ezt nekünk az overlay, úgyhogy puskázok föntről. 588 stackje van rajta, ami azt jelenti, hogy még 150 híja van annak, hogy Seraph ölelésé alakuljon ez a tárgy. És onnantól kezdve Zed ultia az jóval kisebb sebzést fog tudni csak bevinni Oriannára, annak ellenére, hogy Zonyához még közel sem áll. Lehet, hogy nem is lesz Zonyája. Folyton picit valahol mindig próbálnak kicsit lejjebb cammogni különbségben a Vi Multi Gaming. Ugye a torondítás után majdnem 3000 oldal is beszélt, és megint 2500-ról beszélünk csak, mint különbözet a két csapat között. Wow. Azért Robust próbált cserélni ezen Asheron, azért Asheron már fáj, azért Robustnak is. Már azért akkora bűdületes sebzést nem tud diktálni. Robust rámegy minden Asheronra, az mindenkinek fájni fog. Asheron nem szépen villan ki. Újra rossz az ónyai, Asheron meg kell halnia, szép órég. Jön rá minden Vikerberi, minden megállított a közben, minden Asheron. Viker lesz így bajban, a Morgan úti nem megyik ez a végig, rajta tefélt Blake takarít el két embert, majd jön is vissza, jön ki, gyönyörű szép játék is. Mi az a négy? Gyönyörű Orin ult is, igazából így Nami lesz még talán bajban, a buborék éppenséggel nem talál három az egyért. Hatalmas Orianna ultit kaptak meg a Wild játékosai, mind a három életben maradt játékost össze tudta rántani. Nagyon fura és nagyon nagy hibát vétett Asano, iszonyatosan későn használta el az anya homokóráját, megkapta a sebzést előtte Zed ultiából, pedig nem halt volna meg ő sem. Nem, icipicikét csúszott meg vele. Sárkány megvan közben, mindenképpen ez egy fontos tény. Ugye, arra beszélünk, hogy ki fog benevezni rá és fogja a Wild mozdulni rá, de konkrétan egy ilyen elporciózás után abszolút nyugodtan egy ilyen bónusz kekszként szedték le a sárkányt a pusztított játékosai. Ezzel pedig az arany előnyüket 4500-ra növeli ugye a pusztító 5, és elkészült a Seraph ölelése Oriannán, ami neki ugye még egy jelentős pajzs mennyiséget biztosítani fog. A következő Rumble tárgy az a Rylai lesz, tehát ugyanúgy, ahogy Árin láttuk az előbb, beruház ő is egy jó adag bónusz életerőre, és szép, elég tetemes mennyiségű lassítást fog tudni az ultiával, illetve a ránkszórójával folyamatosan biztosítani akár az egész ellenfél csapatra, és nem elhanyagolható az a kombó, amivel Rumble Orianna rendelkezik, nem beszélve Morgánáról, de hogyha össze lehet rántani mindenkit egy helyre, és a Rumble, illetve Morgana ulti csattan, akkor onnan a Wildnak menekülnie kell, az biztos. Ez így is van, nagyon szép az okfejt is, de alapvetően ugye... Exxon ettől függetlenül, hogy alig van valamilyen ránátása arra bizonyos folyóra, mégis majdnem, hogy a toronyék cammag is próbál valamennyire, úgymond legalább egy külső tört elkaszabolni az alsó ösvényen. A középső ösvényen is még ott van a puszilőtnek a tornya, és látható, hogy most már megint öt játékos hirtelen semmivel verődik össze, és erre érkezik majd a Wild, tehát lépés előnyben vannak a puszilőtő öt játékosok. Az ellenség 4-11, és ugye 4700 aranyjal vezet a pusztító 5, lassan 5000-es határ is átépik a 23. percben, azért ez megint nem semmi. Nagyon veszélyes játékot játszik azonban a pusztító 5-ös, mert Kha'Zix, ahogy te is mondtad, teljesen a sebzést választja, semmiféle bónusz életerővel vagy páncélzattal, mágikus ellenállással egyig nem rendelkezik. A pusztító 5 arra épít, hogy ezzel a kezdeti burst kombóval el tudja takarítani a Wildot, és onnantól kezdve Blake-nek nem menekülnie kell, hanem az ultiával és a folyamatos ugrálással ugye kergetve be tud fejezni egy-egy embert. Alice nem lehet meglepni, maximum alulról, de eltávozik innen a pusztító 5, és Zed lehet nagyon nagy bajban, Zed, te így is mértékben 1v3-ban rámegy minden a Blake-re, aztán jönnek ki a lefogás vagy losruhától, hát ez eszméletlen. Nem csak a spellsileket, még a lefogások is jók ilyen helyzetekben, nagyon szép játék. A lefogás is gyönyörű volt, és Blake-et emelném még ki, akin abban a pillanatban, hogy rajta volt, a Zed ulti gyönyörűen a sajátjával counterelte ezt. Meg azért rajta is volt ez shield így hirtelen, meglett, csak a semmiből. Meg lett folytva igazából, Robusto úgy, ahogy van. Gyönyörű volt. 5000 most már így az előnye a pusztító 5-ösnek. 12-4 az állás, és egy újabb torony eset áldozat, ugyanis Irelia és Nami a képernyő, és a térkép másik oldalán tartózkodik. Viker pedig próbál trédeni Asheronóval, fear életéről adatkozni Asheron. Vikernek az ultia kiment, Asheronnak pedig az ultia nem.
Tehát ő vagy raktározni akar, vagy annyira nem akar belemörölni Vickerrel, ugye annyira egy ilyen hosszú távú harcba régességen rátolta volna igazából az ultiát. Ennek köszönhetően igazából így nem volt gyilkosság a felső esvény, de szerintem Ásson az ultival megint egy bűdületes sérülésben rá erőszakolni Vickerre. Igen, de azt ne felejtsük el, hogy mind a két játékosnak elérhető a teleportja, és hogyha Asano csatlakozik a többiekhez, akkor a harc során az ulti az jóval többet fog érni. Ez jogos, ez jogos. Irelianak azonban elég kicsi ezen az újratöltési idő, elképzelhető, hogy az ő ultia is elérhető lesz. Itt a tornyot nem hiszem, hogy meg fogja tudni védeni, a Wild Vicker még mindig fönt van, és Elise Zed kombója csak most érkezik a középső ösvényről, és így az utolsó nem bázison található tornya a Wildnak, az bizony a felső ösvényen van csak. Így van. Ez Rumble jelenben fel van a felső esély, telepagy, ahogy te is mondtad, van. Irelianak szintén van, viszont Irelia most nem akar még annyira társulni az felső esély társága, hogy a Rumble-nál. Oh. Az Zed ulti megy ki Zorra maximálisan, Zorra gyógyítása is finnás, és kimegy. Nem lesz elég, de elég lesz. Megvan állítva itt Zorra, 5-12, Vicker pedig megy. Végig lehet igazából egy bajban, kimegy az ulti puszi, az hopp, az orrő, de csak egy ember kapott el, nem a legjobb, de Rumble ultin három ember fején keresztül megy. Jásson, és ez mindenkiben számot tevő, Vicker pedig menne négy ember, hogy fogja magát találni. Vickernek villanása még nincsen, egy pár másodperc kéne, és menj fel, pedig a Blake beúrik és takarítja el Vickert a pályáról. Asano pedig jóformán megköszöntett Tristanának az ulti. Túlzottan sok sebzést nem szenvedett el tőle, viszont közelharci távolságba helyezte ezzel Tristana őt Vickerhez, akit így a Ryline-nak köszönhetően egyszerűen végig lehetett kergetni. 2-1-es cserét láthatunk így. Hokinek azonban semmi manája nincsen, vissza fognak térni a pusztító 5 tagjai a kezdőre. Oriannának szerintem legalább 2000, nem, majdnem 2000 arany van elkölthetőben, ugye Talonban, azt a középső tornyot pedig talán Morgana megtarthatja annyi ideig, amíg Corki vagy Kha'Zix visszaér. Hogyha Orianna ulti nem a legcsinosabb, mint eddig megszokhattuk, akkor majd lesz helyett egy csinos Rumble ulti. Valamelyik mindenki már betele, az kellemetlen tud lenni. Az egyik lassítás tömkelege, a másik pedig a sebzés is. A helyzet, a változás tömkelegével kell mindenkivel vele párosulni és azonosulni. Miközben látható, hogy már most már több mint 6000 az arany különbség. A sárkány pedig 40 másodperc múlva éledni fog, és ha jól emlékszem, akkor mind a két csapat ezzel tisztában lehet, hiszen a pusztító 5 úgy vitte el a sárkányt, hogy egy sima kis őrszem még volt a sárkánynak a gödrében. 24 másodperc, és Vicker még mindig a felső ösvényen van, a teleportja azonban továbbra is elérhető. Ez pontosan így van, ahogy mondod. 5-10 az állás, és jelen pillanatban a sárkány 10 másodperc múlva lesz, és várna pusztított kapás, ide is leparkolt a sárkány elé. El is kezdik szerintem lassan majd szedni, milyen est illet. Viszont elkezdik most erre a Wild Multigaming csapata. Már egy, hát ez nem sokáig tartott az őrszem igazából. Azon elkezdik darálni, fél életre a Dragon, és igazából ehhez szerintem hozzászólni nem igazán fognak a Wild játékosok. A kapás a fél életéről alatt így Orjának köszönhetően. Corki nagy rakétája is ugye eltalálta Zedet. Vickert lehetne kergetni? Fogják is, viszont neki most már azért van villanása. Szóval nagyobb vagy, akkor tud mindenki egy jót villani, és talán villantani is. Blake elhasználta az ultiát, hogy Vickert megpróbálják lekergetni, és így a pusztító ötös egy kicsit hátraszorul. Blake-nek azért így, hogy teljesen a sebzést választotta az ultiára, nagy szükség van az újra, illetve az életben maradást érdekében, úgyhogy valószínűleg megvárják majd a Kha'Zix ultit a következő konfrontálódás előtt. A sárkány is megvan, és a legnagyobb baj az az volt, hogy Vickernek bizony gyalogolnia kellett. Nem volt egyáltalán őrszem, amire teleportálhatott volna, így a Wildnak nem volt lehetősége teljes embererővel megpróbálni megakadályozni ezt a sárkányt. Lehet igazából, hogy a 28. percben nem biztos, hogy egy sárkány egy teleportkor jó, és nem tudom ezt most igazából hogy hirtelen eldönteni. De ettől függetlenül azt így is, hogy nem tudod, mire érkezni, és hogy látod, és milyen esmegett a sárkány, kapás egy fél létre volt a sárkány is, tehát túl sok esély is lehet volna igazából megfelelően időben érkezni rá, csak hogyha lépteit látták volna a pusztító 5-nak, de hát igazából ott abszolút, ahogy mondtad, és őrszem sem volt, még a közelben sem. Léknek az ulti a másodperceken belül újra elérhető lesz, ő az, aki levonul az alsó ösvényre és megkezdi az ottani minionok előre tolását is. A Kha'Zix-nak a fejlesztési mechanikája az utóbbi időben és metában eléggé átalakult. Én arra számítottam volna, hogy ugye a tüskéket evolvoló Kha'Zix-ot láthatunk majd itt, de Blake ezt a képességét még nem fejlesztette. Ehelyett ugye sokkal inkább ráfokuszál ő is egy-egy célpontnak a gyorsabb eltakarítására, az ugrás, illetve a Q-nak
továbbfejlesztésével. Jön az Edul. Jön az Edul, hiszen érkezik majd hátulról, igazából a teljes 25-5 csapata, az Ignite, igazából rajta van Robustoni, ki fog tudni jönni, Mencsván, az a lényeg, alig-alig van HP-ja, Ásanó pedig menne. Letakarítják Pólit, megint az emberlőjén, ott van a 25-5-nál, lejön igazából a Banshee Vickerről. Emberlőjében már Blade-nek nem sok HP-ja, nem sok életereje van. Honnan lehet egy HP-ja? Zednek nem sikerült semmit sebezni igazából, ugye befejezhet... Ojja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 j
ember villanása van, ha nagy baj, mindenki vissza tud majd lépni. A Mikael gyógyított ugye egy jó adagot Blake-en, illetve a tüskéjének köszönhetően a minionokból is regenerált valamennyit, de Robustónak semmiképpen nem Blake-et kell ultiznia. Főleg, hogyha a Kha'Zix ulti is elérhető, akkor ez Blake egyszerűen counterelni tudja. A láthatatlan Kha'Zixba nem tud Zed megfelelő mennyiséget belesebezni, hogy az ultija már halálos legyen. Vagy le kell váltani a trinketet, amit ugye meg is tesz Robusto, csak akkor aktiválni is kell, mert Kha'Zixot különben nem találja meg. Kisebb fajta pihenő után érkezik majd újra középső ösvényén a pusztított játékos, hogy a 30. percet most már átlépve, ugye a Baron szedése bármelyik csapatnak bármikor esedékes lehet. Én úgy gondolom, hogy ha a pusztított kezdi el, akkor a Vájt mindenképpen meg kell próbálni valahogy becsatlakozni ebbe a fájtba, viszont hogyha a Vájt kezdi el, akkor csak is emberelőben kezdheti el, mert azért bizonyos 8000 gold, ami hátrányuk van, az mindenképpen már mostan számottevő. Pusztító 5 következő állomása pedig vagy a felső ösvény tornya, vagy a Nashor lenne. Ki kell takarítani az őrszemeket mindenképpen Nashor környékéről, mielőtt ezzel megpróbálkoznának, és hogyha valaki a Wild oldaláról megmutatja magát egy kellemetlen pozícióban, valahol a térkép másik oldalán, akkor a Pusztító 5 azonnal neki fog ugrani a Nashornak. Megint ugyanazt látjuk, amit eddig is, abban a pillanatban, hogy valamelyik csapat lép a Nashor felé, a másik megindul középen, és ezzel kierőltetik a Nashor környékéről az ellenfelet. Így, hogy van, és jelen pillanatban valamennyire a Pusztító 5 próbál előrébb lépni. Ha Barnol azért nem engedik előket, akkor majd középen, és igazából a megfelelő push után, talán nagyon gyors baronszedés meg lehet próbálni, ugye jelen pillanat vizsgálja, a Vájnak semmilyen nincs, szóval elkezdtek vissza gyalogolni, megfelelő baitnek köszönhetően most lehet mindenképp büntetni, már a legesebb bokorra megállnak, az érkező Namira nyakába ugranak, mindenképpen emberölőt lehet diktálni. Elise Pókja az egyetlen, amit ugye a bokorba beküldve vizsgát lehet szerezni, most a Wild oldaláról Blake közben elindul, és ha jól látom, akkor be fogja kerülni a Wildot hátulról, 5-15-es állásnál egy újabb harc indul. Rumble-nak az ultija nem sok hatást fejtett ki, ugye Robusto egyből kiugrott belőle, és ha megnézzük az életcsíkjait a Wildnak, akkor ténylegesen csak Robusto kapott ebből minimális sebzést, azonnal szépen reagált Robu Rumble-nek az ultijára, és így meg kell várnia megint a Pusztító 5-nak, mire ez a képesség újra elérhető lesz, anélkül jelentős AOE sebzésétől elesik ez a kombináció. Szépen hátraállnak, ugye Rumble fölmegy a felső ösvényre és letakarítja a felgyülemlett minionokat. Ha jól látom, akkor a Lyandry gyötrődése az el is, illetve gyötrelme el is fog rajta készülni. Tehát a maximális életerővel rendelkező játékosokra jóval többet fog égetni a lángszórójával, de igazából bármelyik képességével is. Eközben Orianna befejezte a Rabadont, elkészült a Hydra, Kha'Zixon, a letaszított király kardja Corkin, és menetel tovább a Pusztító 5 egy magabiztos előnnyel, de itt még semmi nem dőlt el. Itt még semmi is, látható, hogy 9000 arany különbség a Pusztító 5 javára a Vive Multigame-mel szemben, és ismét egy baron felé veszi az irányt, Pusztító 5, ettől függetlenül attól, hogy bármennyire is van egy kis előnyük, azért 5-7-ben csak úgy, hogy a Vive környéken van, közben Blake úgy azonnal fónak a nyakába, és igazából Blake nem sikerült fellőtt, ettől függetlenül elsőre benn van, ugye abszolút hasonló a nyakán, Orianna mindenki képen, még akár dolgozhatod, de tisztelőtt mindenképpen kimegy, hogy visszalegy a játékosait. A Rumble ultimate nem volt a legcsinosabb, jó a lefogás, de Robusto inkább elutazik, aztán megpróbálja kijönni, nem Mencsvári, ez a Blake Isten szabása, 8-1-2-vel. És láthatjuk, hogy a Zed ulti az mennyit sebzett Blake-re. Megint az ultiát használva tűnik el azonnal, ahogy Robusto őt célozza. Nincsen lehetősége Robunak a megfelelő sebzést bevinni. Hármas, jóformán hármas emberelőnyből kezdheti meg ugye a Nashort a Pusztító 5 csapata, a Wild erre nem tud reagálni lopással semmiképpen, úgyhogy tornyot próbálnak dönteni. Viszont érkezik lassan hátulról az ötfős dózer. A
nagyon nagy lépés előnyben van a Wild, nem vagyok benne biztos, hogy a Pusztító 5 utolérheti őket, és a bokorban... Az egy jó bokor, viszont... Ott lebukott mindenki, viszont ásonék mehetnek, Vika azonnal a villan megy arra, hogy szól viszont megy rá egyes egyedül, mossa meg a Hawkeye majd, és lassul ettől függetlenül még itt lassul meg fog halni, Blake-nek köszönhet, picikét az mellé ettől függetlenül mindenképp megvan, és Axel lesz majd bajban, ásonó pedig még szintén, hopp, az a nyúlja viszont mindenképpen jó, a buborék pedig gyönyörű szép, Blake, az a buborék még ugyanúgy, ettől függetlenül Blake még talán-talán mehet, Nami, úristen, biztos sérülés, a meccs vártak ilyen 9-1-2-ben, majd villan rá és kapásból két villanás, két más irányba. Az ugrás viszont hamarosan elérhető, és ebbe így... Fokhalni, de a buborék megint csak gyönyörű igazából így, ettől függetlenül Viker megjön rá azonnal a lefogás Morganától. Hát a play után gyönyörű szép volt. És még kergethető a Nami. Ő ugye nagyon kevés életerővel van, és megvan! Legendás közben Blake, 10-1-3! 26-ra módosul ezzel az állás, 10-1-1000 az az arany, amivel vezet jelen pillanatban a Pusztító 5. Orionna is visszamegy a kezdőre, és elkölthet 1800 aranyat, ami azt jelenti, hogy az üresség pálcájától 600 arany választja őt csak el, és hogyha a sárkányt is betakarítja a Pusztító 5, akkor megint csak beljebb lép. Úgy is van, érkeznek az üresség pálcájának, elnézést, ugye az alap tárgyai. Közben, hogyha Rumble is visszamegy a kezdőre, akkor nála is van már 1300 Lionry gyötrődése készen lehet neki is. Nagyon nagy lépés, tehát megint a Pusztító 5 afelé, hogy befejezhesse a játékot, a kulcs fontosságú célpont még mindig egy inhibitor lenne. Igen, az ugye még nem dőlt. Ez egyetlen esélye válnak, hogy jóval nagyobb arányban van esélye a comebackre, hogy még az inhibitor ott áll a 36. percben. A 12.000 gold különbség, neki ugyanúgy számottevően soknak mondható. Robusztok a nézőrődik itt igazából át egy pár őrszem, mert egy vision van, most fog belebotlani. Ott egy megvan. Ott még egy talán megvan. Vagy megvan? Megvan igazából, szépen egészülnek ki, hogy a buildek 12.500 arany jelen pillanatban. A Pusztító 5 előnye, ami a 36. percre igencsak impozáns, Blake pedig megvan ugye 16-os szintű, már 17-es is, ami azt jelenti, hogy mind a három képességét, amit szerette volna, már kifejlesztette, és mind az 5 emberére szükségnek lesz innentől kezdve a Wildnak, hogyha meg akarják valahogyan állítani ezt az előre törő Pusztító 5 felállást. Rumble áll ugye legelől a Lionry-val, illetve a Riley-jal lassít és szépeket tép. Mindenkiből megy az ulti, ezért, hogy a torony meglegyen. Teljesen jó a döntés. Tökéletes torony döntés. Megint csak itt 6-3. Még egy kis plusz arany, és megint vissza van szorítva a White. Teljes, hogy minden egyes külső torony abszolút le van döntve. A teljes mapot, a teljes pályát uralja jelen pillanat, Vika közben benne áll a CC tömegben, jön rá még az égetés, kijön közben Robusz hátra, az Orionot viszont nem volt annyi legjobb, és megfejezi így Orionot mindenképpen, még Estika hátra lövölözik, tud még Kaiten eddig a pontig, egy-egyes ere, jó a Tristan ulti, viszont jó a lassít, és mindenkit játékosra talán Blake mehet, és Vicker megjön időben, ettől fél meghal még Axel, Ásadó pedig megjönne és nincs meg, az ujja pedig ott van, kicsikét túlrajta meg a pusztítót, és egy kicsi kis hiba, és 2-3-at cserél a vány, icipicikét visszajön. Ettől függetlenül egy torony ugyanúgy bedőlt, még talán így is megérte a Pusztítónak. Mindenképpen megérte nekik, ugyanis a felső ösvényen innentől kezdve az inhibitor a szabad célpont, és nincsen igazából reagálási lehetősége a Wildnak, hiszen maximum tornyokat dönthetnek, de addigra vissza fognak érni a Pusztító 5 játékosai, a sárkány és a nasor még nagyon-nagyon messze van az éledéstől, nagyon közel van pedig az a három torony a Pusztító 5 bázisához. Talán még szólt lehet itt Vicker által büntetni, Vicker sanyargatni fogja a tornyot, de jön Morgana. Hú, ez rossz! Az aztán agresszív megmozdulás Vickertől viszont így nincs meg. Morgánának a lefogása ugye hátulról szintén egy miniont kaszált el. Vickernek azonban hátra kell lépnie, hiszen élet Morgana Zed sem tud Robusto ugye megfelelően előre haladni a felső ösvényen. A minionokat ugyan a toronyig eljuttatja, de ő is visszamegy a kezdőre, és befejezi a letaszított király kardját. 9-22, közel 14.000 goldal a Pusztító 5 vezet a Wild Multigame-mel szemben. 39. percben járunk Orionnal, aki a kék-két majd elkezdi a saját magának le is szedni. Ennek köszönhetően ugye
az neki mindenkinek szüksége volt rá. Kicsit a falunkra ránézünk, annyira nem igazán fontos, de hogyha ránézünk, igazából már lassan 15-20 percen ugyanott cambognak, és igazából a teamfightokból teamfightok mennek bele, az elkapásban elkapásban mennek bele, az objektívek megszerzésében próbálnak valamilyen küzdelmet létrehozni és kiteljesedni, illetve a torony szerzésért megy már csak igazából összes fókuszálás. Rumble-nek pedig előbb-utóbb érkezik majd Randuin Omenje, ugye a Guardian Angel vagy az őrangyal az leesett Porky-ról ebben a csatában. Ez még egy jó ideig nem lesz számára elérhető Blaken, viszont ugyanez a tárgy ott díszelek teljes életnagyságban és aktívan, úgyhogy Blake egyszer meghalhat, ugye ő újra fog éledni. Azért megmutatkozott az előző harc során, hogy milyen károkat hordozhat magában, hogyha Orianna nem zonyát vesz, hanem ugye Seraph ölelését. Föltette magára a plusz pajzsot kétszer is, de Zed így is felrobbantotta. 14.000 a gold különbség is között, megint pusztítófáj, megint csak jön a szabad inhibitorra. Itt ezt a lánynak meg kell védeni, ezt teljes mértékben biztos. Wow. Orbitás sérülés, és mindenki van arra az Elise-re, és mindenki a tasárnak vissza kell lépnie. Ennek ez így sépkedni szép az inhibitor, azt meg kell védeni, a lánynak be kell menni a fájtól. Ezt nem lehet elhagyni, bukni csak úgy, ez már csak is inhibitorról szól. Fél életelő alatt közben már az inhibitor, és igazából nincs, aki bemenjen fájtani konkrétan, az inhibitorra megvan. Abszolút nyugodtan, nem fájt el a Wyatt, hagyja az inhibitort elbukni. 33 másodperc múlva éled a Nashor, a pusztító 5 el is indul megtenni az előkészületeket, hogy biztonságban csapdát tudjanak állítani, vagy neki kezdjenek az esetleges Nashorozásnak. És érkezik egy Rumble ulti, de hova? Sehova. Ez egy ilyen csúszik. Az igen! Orion lehet tagadni, hogy egy Nami ulti jön még ki pluszban, Ashen úgy instant burstöt kap, Morgan is meghal 2-0-ás csere, a Wyatt comeback-kel közben, úgy néz, hogy Korkin is meghalhat még talán, Kadizé menekül majd a kék felé, Toll megvan, kettős gyilkosság, úgy néz, hogy robusztok át a 4-0-ás csere. A Gardner leesett a Blake-ről, Blake éppességünk elúrik, ettefélet megy utána még ugyanúgy X-ről, ott az állsz a Wyatt-tól. Olli, és ebből egészen inhibitorig lehet menni, mert hogy senki nem éled, de úgy dönt a Wyatt, hogy inkább a Nashort biztosítják be maguknak először, még talán ez után is lesz lehetőség egy inhibitor toronyig elmenni, ugyanis 20 másodperc múlva éled Morgana, őt követi 5 másodperccel lemaradva majd Orianna, visszatér két ját, sőt mindenki visszatér, tehát nem fognak egyelőre toronyért menni a Wyatt-osok, visszatérnek a kezdőre, elhasználják a fejenként több mint 1500 aranyat, amit bezsebelnek, és csak utána a Nashor buffal kiegészülve mennek majd toronyért. Inhibitor nincs, ezt ne felejtsük el. A felső esélyen folyton kell valamennyire kicsit visszapusson a léneket, ugyanis hogyha az nem sikerül, akkor folyton, folyamatosan fog jönni egy rakat minion. Ez tény és való, de hogy Rumble mi a szöszre ultizott el arra, vagy erről fogalmam sincs, és még rossz célpontra is érkezett ráadásul Robustónak az ultia, hiszen Rumble továbbra is megfoghatja ezt a zonyával, de Ashano megint olyan későn használta el, hogy 5% életelő környékén vált ugye aranyá, és amint ez lejárt róla, egyhitelte őt Tristana. Túlzottan sok hasznot nem élvezett ebből a tárgyból, és ilyen Irelia-t még nem láttunk ezen a kupán, aki a hármasság hatalma után ennyire mágikus ellenállást kell, hogy építsen. Ott van a Banshee Fightla, és az őrangyal is a fején, és még így is van elég sebzése ahhoz, hogy piszkálgassa nem csak Rumble-t, de adott esetben Oriannát, vagy ugye Korkit is. Így van, közben ugye ez a varralása mindenki kellett várni ahhoz, hogy megfelelő gondolom visszajösszük, és minden kevesebb lenne különbség két csapatokat, de mindig van mit bedolgozni, vígan bőven. Ugye majd több mint 9000 aranyjal vezet a pusztító fájl a Vájmultigig, mert szemben sárkány van, de szerintem az a 40, de senkit nem fog érdekelni, az max ilyen végső. Kekszdarab ugyan lehet ugyanúgy, hogyha valami sikerült, igazából a push sokkal fontosabb a Vájnak, mert bármennyi időt töltenek igazából itt kint a pályán, addig a szupermének mindenképpen átvészelik magukat a felső esvény minionjain. Vagy mennek a toronyért, vagy pedig fent is mindenképp kell valami visszám tolni a léneket. Na hát, ennek a meccsnek azt hittem, hogy vége lehet, amikor ugye a pusztító 5 felkészülhetett a Nashorozásra. Egy hirtelen 180 fokos fordulattal a Nashor buff ezúttal a Wildon van, és nincsenek most már... Azon a rád cupanak ásan az ónya megint csak jó, az ónya, hogy a két ember kovája, a Sami szobor benne van benne, hogy addig kerül még Tristan, és szintén ettefőten ásan eltűnik a pályára, robusztok, amíg éppessége hátul szaladgál, az X-Fern, az addig kerül még éppességgel él, és pont nem hal meg, talán viszont Blake be fog még ugrani a fejére, ott az abszolút közé felé, közben Viker még talán meg fog halni, viszont rajta van az őrangyal, aztán meg tudja még menteni, egy-egyes sere eddig,
egyik Viker meg fog halni, Viker a Blake temeti el, nem? Korki fejezi be, 1-3-as cselek közben, kettős gyilkosság így a pusztító 5-nál. Korkihoz senki nem tudott hozzányúlni, de ami ennél is fontosabb, Zednek vissza kell tepernie a kezdőre, mert a felső ösvényen közben, amit te is mondtál, a nagyminionok már sanyargatják a Nexus tornyot. Ha jól láttam, akkor még egy ütés hiányzott volna egy Super Miniontól, és akkor be is dőlt volna a Wild felső ösvényi Nexus tornya. Ezt megúszta most a Wild, egy nagyon-nagyon csúnyán elbukott harcon vagyunk túl, ahol Irelia-ról leesik ugye az őrangyal, és még így is meghal még egyszer. Következő harc alkalmával Korkira már visszatért ugye az őrangyal, és elképzelhető, hogyha egy perc múlva lesz csak harc, akkor már Blake is rendelkezni fog ezzel a tárgyal. Így mondod, hogy a Robosszok az elején óriási burst-ot kapott, és ugye még talán kicsit vissza-vissza szólalhatott volna egy-két damage-re, de inkább hazament, biztos életkörül töltés is, ahogy mondtam, de mégis kell vinni a Nexus Tower-t, arra szükség is volt. És elkább pedig megvan igazából egy pluszban, hazamenetel előtt szólnak, és a pusztító 5-nak. Megint kérdés, hogy hogyan tovább, lelassul a tempó, megy az adok, kapok mind a két oldalról. A 45. percben ez a 12.000 aranyelőny egyáltalán nem jelent annyit, mint azt az előző meccsen mondjuk jelentette a 20. percben. Nem lehet semmiképpen figyelmen kívül hagyni azt, hogy a Wild játékosok mindegyike rendelkezik már legalább 4 tárgyal, egyik kettőjüknek még az 5. is készülőben van, tehát sebzésileg, ellenállásilag vagy életerő szempontjából nincsenek annyira lemaradva már a pusztító 5 tagjaitól, mint azt a kezdeti előny indokolta volna. Az inhibitor pedig már ugye élet, tehát nem jönnek azok a Super Minionok. Megint kezdenie kell valamit a pusztító 5-nak, se a sor, se sárkányi tornyot vagy inhibitort kell célozni. Ez kéne célozni konkrétan, igen. Látható, hogy a felső is totálisan szabad, megy is föl, teljesen nyugodtan a pusztító 5. Ennek köszönhetően valószínűleg valamennyire ezt a bizonyos vizsgát vissza is lehet majd tolni, és még a megfelelő push is lehet majd generálni erre a felső ösvény inhibitorra. Ez aztán csali. Azt a mindenit, ez hogy aztán csali. A fal mögé? Ebbe bele fog sétálni a... nem. Hát így viszont oj, nem. De gyönyörű az trinket. Igen. Ez nem volt ez semmi. Ez is szabasz. Ez nem volt semmi. Ipi a pas bújócska ide vagy oda, tök mindegy. Azt a mindegy. Nagyon szépen találja meg az ellenfelet, így kettő darab kék trinkettel is rendelkezik a pusztító 5. Maximálisan ki is használják ezeket a face checknek az esélyét minimálisra csökkentve, és ebből így inhibitor lesz. Inhibitor az meg lesz belőle. Ja, na, megvan, majd szól, mindenképpen dolgozik rajta. 15, 25 és 13.000 golddal vezet a pusztító 5 körülbelül. BO3-as elődöntőben 1-1, mindenki csapat nyert már egy meccset. A döntőbe jutás a végcél alapvetően, és ugye nem bírnak dönteni egymással, hogy ki az, aki bemehet igazából. A pusztító 5-nak most papíron több az esélye. És nem is olyan régen volt egy Wild Ass, tehát azért ezt nem mondanám annyira biztosra. A pusztító 5 pedig továbbra is mind az 5 emberével együtt mozog, megvan az az inhibitor, ami nagyon kellett nekik. Az előbb Blake pedig megindul, de kifelé a bónusz mozgási sebességgel nem tud senkit kergetni, és kereken egy perc múlva életni fog a harmadik nasor a játék során. Közben mindenki az alsó esélynek keveredik át az egész Wild Multigame csapata. Jön velük szembe, szintén a pusztító 5, ugye már csak egy-két őrszem van, hogy a Wild Multigame javából, részéről pontosabban, bocsánat, és az is igazából éppen csak a saját környéküket védik. Annyira igazából baron feles sem látnak ki, hát még igazából az alsó esmény, hát még a dragon feles, szinte semmilyen bizonyja nincsen a Wildnak a pálya egyharmadán kívül. Egy stabil bázissal rendelkezik még a pusztító 5, ez jajjajjajj, nagyon szép a bénítás, jó a Morgan a pajzs is. Ennek így különösebb hatásfoka nincsen, de amit, hát itt harc lesz. Jaj, de jó a buborék. Buborék az jó, viszont nem is rajta, Morgan lefogás, elsőnök kicsit kap egy kis burst, viszont itt mindenképpen haza kell mennie Naminak, mert rakat HP-t veszített. Mindenki már banduka is hazafele. Korki pedig sorra eszi meg ugye a torony lövéseket, de Orianna pajzsának köszönhetően túlzottan sok életerőről nem bukik el, kihasználva a Rumble pajzsot, 1-2-t még mindig lehetett volna a toronyba durrantani, de most erre sem kerül sor, megválják a minionokat pusztító 5 tagjai.
egy a baj, hogy közben felső esélyen látható az előbb is, hogy a Sol befejezte az inhibitort, mindenki valakinek át kell camolni, Vicker becsúszik, az mindenképp jó az a Rumble ulti, Vicker már most önmagában bajban csak hátul, Blake pedig megy utána, abszolút villan, aztán Ulrik is befejezi Vicker, aki 70 másodperc jön majd csak vissza, az Ornament mindenképpen jó, abszolút esztikére és még robosztokára is, ettől fél a Gárd is le fog esti ugye Blake-ről, így van, így viszont egy-kettes csere lehet, de azért még Blake valamit alkothat, nincs meg robosztoka. Nincs meg, egy-kettesre csak. Blake, nem teljesen értem, hogy a társaitól miért elfele ugrott, amikor biztos volt már, hogy ugye az őrangyal leesik a fejéről, akkor megpróbálhatott volna a többiekhez közelebb meghalni. Lehet, hogy megpróbált bevásárolni még valamit a halála elől az ellenfél butikjából. A lényeg, a nasor már él, és kettős ember előnyben, elnézést, Irelia a halála miatt egyes ember előnyben most elindulhat e felé. Ugye a Wildnak a csapata, és ami a legfontosabb, az az, hogy nincsen lesújtás a pusztító 5-nál, viszont él cserébe Elise, úgyhogy teljesen stabilan vihet itt most a Wild nasort, a minionok még nem járnak a Nexusnál. Robust megmutatta magát, hogy is néz ki, aztán elmegy Hawkira. Robust egy kisebb volt, a hiba lett volna, hogyha nem tud visszaugrani, de mindenképp visszaugrott. Igazából hátul kint két-három Wildes játékos játszik. A pusztító 5 játékos, mindeközben Exxon abszolút nyugodtan szedte a Baron nasort, de kell egy jó lesújtá, kijön rá minden divizs, az Orionot is puzza hátra meg tudják lepni, szóval megvan a Wild multigame-nek az a bizonyos Baron, és azt mondom, hogy Tastor Smite-ját tapsolják ott hátul, ha minden igaz. Nagyon szép volt így, Tas elviszi, érkezhet még Robu, jó, minden nagy hiba! Meg van megállítva, abszolút a buborék viszont nagyon szép Rumble-re, és befejezze a Wild multigame-t ott fent, egy-egyes cserre megint, közben Vicker bullizik Hawkeye-jal, lossra, még ez egy abszolút potenciális szélpont, közben mindenki úrva X-Worm, segít, aki szól valamennyire, Tisztanót is kijön még pluszban, nem is értem annyira, hogy miért. Hiba hátán, el kell tudnia, ha mennie a kezdő felé ugye a Wildnak, mert a minionok egy Nexus inhibitort már bedöntöttek, ahogy azt a bemondó hölgy is mondja, két Nexus tornyától meg válik így a Wild. Hiába esett le az őrangyal Corkiról, innentől kezdve nyitott a Nexus. A minionok nem tudnak tovább haladni, mert a Wildos inhibitor már él. Ettől függetlenül hatalmas fegyvertény ez a pusztító 5 kezében, hiszen a Rumble-nek van teleportja, adott Bezen. Esetben büntethető hátulról a Wild. Lehet akár X-be kézni, és az is benne van a bizonyos pakliban. Asano, kíváncsi vagyok, hogy tanult-e X-pityától. A bázis bedöntésében ő jeleskedett nagyon, közben Blake elviszi a sárkányt, de az 50. perc környékén, amikor már mindenki szinte teljes tárgyfelszereléssel rendelkezik, ennek a sárkánynak az arany mennyisége már nem számít annyit, hogy ha jól látom, akkor Rumble-nek van még tárgya, amit befejezhet, illetve talán Tristana is pakolhat még valamit adott esetben. Egy biztos, az 52. percben bármely csapat ászol. Itt 70 másodpercig nem csinál senki semmit, aki meghal. Az biztos, mert annyi idő, most már igazán mindenképpen a death time, ennek köszönhet igazából így, ez bármely csapatnak kezébe cuppanhat. Igazából, hogyha még a pusztító 5 fog mindenkiben generálni bármilyen teamfight, ugyanis ugye abszolút, ahogy mondtad is, szabad a Nexus, de valószínűleg ő fognak majd büntetni, de hogyha egy ászolás lehoz a Wild, akkor igazából végig lehet ütni az egész pályát. Igen, ezt akartam az előbbi harc során mondani, hogy ha megnézzük a térképet, akkor egy stabil bázis szerkezettel rendelkezik még a pusztító 5, de ez ne tévesszen meg senkit abban a pillanatban, hogy adott esetben egy ace van, nyugodt lélekkel lehet egészen Nexusig pusholni. Mind a két csapat részéről egy olyan harc, ahol valaki ace-el és legalább két játékos életben marad, az a játék végét is jelentheti. 18-27. És 14.000 golden a pusztító 5 repeszt a Wild ultimével szemben. Abszolút, igazából a Wild nem mer kijebb lidőn. Van egy tökéletes minden látó őrszt, amik ugye a Baron Nashornál, ezen kívül nem igazán látnak túl sokat, csak azt, amerre a minionok haladnak. Ebben jó az alsó őrség, mert még igazából a torony is van, inhibitor is van, és viszont még a lén is meg van tolva. Pusztító 5-ös tagjainak serénykedni kell. A KN kardból pedig Corki befejezi utolsó tárgyát, a határtalan pengét, és innentől kezdve ő is majd elixíreket fog vásárolgatni. Az őrangyal pedig ugyanúgy, ahogy Blake-en, Corkin is pörög, és körülbelül egy perc múlva elérhető lesz már nekik a következő harcra, ezt mindenképpen meg akarja várni a pusztító 5. Van, 14.000 gold cash, hogy mindig Vikerék, néhány ilyen ki nézegetnek, ugye a középső esvényen is, ettől függetlenül látható, hogy bármi is érkezik majd a pusztító 5, megint 5
fő fog majd érkezni, hogyha Orion is megjön, fel nem voltak a Shaikenen, nem voltak az alsó ösvényen, abszolút kicsikét ott is szól lövöldözött, Vika pedig megint fájtani, próbál csúszni a mencsvárra, wow. És instant fear életedet lebörszölnek ugye arra az Illyriáról, nekem mindenki van egy item hiánya. Jelen pillanatban 54. percben, igen, és Rumble-nek az ultija is még csinos lehet, az Orion ult is mindenki majd fájhat. Ezek van a percek már valamelyik ulti jól csaton el, azt végig lehet gyepálni. Megérkezett ugye az utolsó lehelle Tristánán is, a következő harcra már elérhető ugye Oriannának és Korkinak az őrangyal a másodperceken belül Blake és úgy is van. Hát hölgyeim és uraim, én úgy gondolom, hogy mivel nincsen se sárkány, se ugye Nashor a döntő harca, mindent eldöntő harc az itt. Talán el is indulhat. Hát el is fog. Vélhetően, hogy megint az inhibitor védelmezésére van szó, arra tökéletes szükség van a Hawaii Multi Gaming-nek. Most van igazából Nexus Tower sincsen, tehát bármikor elfelejtik azt, hogy hú, nekünk az igazán nincs inhibitorunk sem tornunk, akkor bármikor, mint talán a Superman abszolút véletlenül be is fejezhetné a meccset önmagában, az aztán bőrszön, amire kijön igazából, ettől félre nem hal meg, a support focus még annyira nem ér, hogy egy Orianna ulti is kimenjen rá. Önmagában amit nem érdemes teljesítően lebörszölni. Nem bizony, Robu pedig csatlakozik a többiekhez, és így megint megvédi a tornyát, és ezzel együtt az inhibitorát is, a Wildnak a csapata, kitakarítják az őrszemet a bokorból a pusztító Five tagjai, még mindig nincsen se sárkány, se Nashor. Kérdés, hogy hol lesz a következő harc. Hogyha egy kicsit puskázok a képernyőkről, akkor még mindig nem dőlt el semmi. Semmi. Továbbra is zakatol a mérkőzés, az 55. percben járunk, 14 000 a pusztító 5 előnye. Tehát a 60. perc környékén ez a 14 000, ez már Luffy, hámozott Luffy. Ez hámozott Luffy, és másfél perc, ha lesz Baron Nashor, lesz valamikor sárkány, és ez annyira nem túlságosan fontos ilyenkor már. Szépen lassan tör előre a pusztító 5, értelemszerűen megint a felső ösvényen található nyitott inhibitor lenne az elsődleges célpont, de a minionok, ha megnézzük a térkép alsó felén, a Wild oldalára pusolnak nagyon-nagyon-nagyon erősen. Tehát különösebb fenyeg, jön az edulti! Jó, az igen, nem jut mindenkit felborít közben, adj azon a lossal is már mindenkinek szépen zónja, hogy hátra között a Guardian esetleg ugye Zorról, ott hátul még temetést lehet, 3-4 ember instant damage-et kapta, wow! Az Orion megint csak szép hátul, 3 vágyat, most fog abszolút közre, 1-0-ás csere eddig, Asheron is lehet, de bajban Manchabri néha vissza-vissza fordul, nincs igazából halott a pusztító fájra, de nézd meg azt a HP-t, mik azokon? Igen, ugyanez elmondható a túloldalt, a Wild oldaláról is, egyedül Tristana úszta meg ezt az egészet, épp bőrrel leesett. Ugye egy őrangyal pusztító 5 oldalról, Korkiról elbúcsúzott, viszont ugyanettől Zed is, de a következő harcra ezek nem lesznek elérhetőek, ezt már látjuk, a Nashor 25 másodperc múlva éledni fog. Hát mi lesz itt még? Izgalmas, izgalmas mindenképpen. 57. percet kezdtük meg közben. Az elődöntőnél járunk, tehát a döntőbe jutás a cél, és már itt izzadnak a csapatok, hát még mi is. 18-28-nál ugyan látható, hogy 15 000 gold különbséggel vezet a pusztító fáj, tehát ez nem változik, de igazából semmi nem változik már a gold különbségek között. Mennek a focilabdák ide, oda, amoda. Az inhibitor továbbra is ugye él, vagy épülve van. A Wild oldalról le is tettek egy rózsaszín vardot ugye oda mellé, nehogy egy kihelyezett őrszemre ráteleportálva Rumble ezt bedöntse. A Baron Nashor az on, a Wild Multigame is kezd felsorakozni, még Robus hiányzik, mint ötödik ember a Wild Multigaming-től, és akkor mindenképpen mind a 10 játékos itt lesz egy helyen, együtt mátyáshozhatnak majd, viszont igazából abszolút a pusztítva elkerül a Baron Nashortól, ez teljes mértékben le is esett a Wild Multigaming javára, viszont inhibitor bukta lehet ebből megint csak, mert igazából a két játékos sokkal később fog érkezni, mint ahogy kéne, viszont teljes fős pusztító fáj fog érkezni. Robusz pedig mindenképpen megy be a Findball, Orionalban mindenképpen a fején van, közben hátul ott még a Spellsé mindenképpen szép Morganától, most sem jött Astrolod is, nagyon szép buborék, közben két ember emel föl, Viker eltemeti maga a Morganát, meghalmi közben Korki is, az Orion megint csak szép volt, ott a kettős gyilkosság, 3, eddig a nulláért jelen pillanatban, és menekül Blake, ahogy csak tud, Orianna szintén, ők is semmi HP, és igazából egyszerűen régóta nincs fókusz, nem tudom, hogy figyeled, de más, az előző fájl is abszolút max HP jött el. Orianna és Blake őrangyala még mindig fent van,
Davide innen megint elvehet, teljesen tisztán egy Nashor. 5v2-ben 50 másodperc, most Nashor vagy push? Én igazán most a push-ra szavaznék, mert még itt abszolút brutális védelme van Ambuszító 5-nak, és valahogy mindenki rombolni kell a Wild multigame-nek is. Éppen ki akartam emelni, hogy mekkora taktikai húzás volt a Pusztító 5-tól az, hogy oda mentek a Nashorhoz. Erre reagálva a Wild elkezdett középen menni, és ahelyett, hogy a Nashort elvitték volna, szépen átfordultak a felső ösvényre, de az évítor se lett meg. Van Tasi a torony alatt, és kijön a Burns, Hawkira, ad viszont sebzés, itt az ő zónya, neki villanása nincsen, az a kérdés, hogy kitemeti elég az a Oriannát. Leesik az őrangyal. Hát ez teljesen mindegy, attól fel ugyanígy megölik, Esztike közben legyőzhetetlen, X-Worm személyében. Most kezdi egy gyűjteni a killeket a végére. Végig megy ebből a Wild, már a Nexus tornyoknál járnak. Ja, egy perc van, Orion, hogy jöjjön, hogy Korki is rámből jönni fog ettől függetlenül. Wow. Osol kapás, mindenki gyönyörű szépen, Morgan a ulti, robustalán meg fog halni, eltemeti Blake gyönyörű szépen, neki megint van ugye őrangyal a közben, Blake ugrál tovább, Esztikén még nincsen semmilyen fonal, sem fókusz. Ásánó pedig jön meg, viszont sebzés Ásánótól, nincs semmi HP, de játékosnak rámbrult, igazából nincsen már így. Zol pedig jön, Tristana megvan, 2-2-es csere közben, így már 3-2-es csere, és letakarítják a Vine-ot, és megint igazából maradt egy Viker, igen, és lehet venni backdoorozni, ez Isten van már konkrétan, tehát Viker most megy haza még HP, ez a pluszban, és kapadjon Ásánó szemből, a torony meg lehet, akár a másik inhibitor is el lehet kezdeni csépelni, de ha nem is lesz meg, a torony mindig meg az inhibitor körül. Torony az meg lesz, Ásánó nagyon keveset sebez rá, de azért ennyi ideje van, és a Randuinnal 1v1-ezni is tudhat akár Irelia-val. Na mi lesz ebből? Irelia-nak nagyon erőteljesen fogy az életereje, de az inhibitort nem fogja tudni Ásánó bedönteni, ez teljesen egyértelmű, ahhoz baromi kevés sebzése van, egyáltalán nem az épületek ellen van felszerelve az a Rumble, robot öklei eltörnek a kemény köveken, és az inhibitorok közül viszont az összes él még Wild oldalról egyetlen egy alaptámadás híja volt, akár Oriannától, akár Korkitól, hogy ezt bedöntse, és Korki már üti a Nashort. Oh. Korki az nem tökül. Érkezik, megöltem, hogy Ásánó és Hawkeye is majd 24-35, 8000 a gyilkosság különbség, és a 100 000 aranyat a Pusztító 5-ben átlépte, és a Baronosról igazából mindenképpen a kezébe fog huppanni. Ráadásul mind az 5 Pusztító 5 játékos élt már, és ugye a Nashor így rájuk kerül. Mind az 5 játékos megkapta Nashornak a buffját. Korkinak nem Balls of Steel-je van, hanem Bajusz of Steel-je. Elkezdte a Nashort, meg is lett ennek az eredménye. A 61. perc kezdődik el így a BO3 keretén belül. Az elődöntőben a harmadik meccsért szól a döntőbe jutásért. Hát megagadják nekik a módját, az biztos a fiúk. És még mindig kattingatnak ott, nem? Még mindig megy a meccs. 61. percben járunk már, és még mindig nem dőlt el semmi. A középső ösvényen inhibitort bukva áll a Pusztító 5, de nekik még van Nexus tornyuk, az pedig egy nagyon nagy kincs lehet, akármilyen pusolás terén. Meg lesz még a sárkány is, hiába van már mindenkinek töménytelen mennyiségű arany a bukszájában, amit nem is tudnak elkölteni. Rumble-ön még utolsó tárgyként a tüskevért is megjelenik. Megpróbálkozik Ásánó mindent megtenni azért, hogy ne ő legyen az, akit ugye felrobbanthat Zed, de hát a zonya is ott van, ott vannak az őrangyalok, és még Oriannának ugye a Seraf ölelés is, olyan mennyiségű életerő és pajzs van mind a két oldalon, nem lehet megmondani, amikor elkezdődik a csata hevében, ki mikor fog meghalni, vagy ki áll jobban éppen. Ugye a Baron Nashor buffnak köszönhetően a Pusztító 5 megfelelő energiatósan indul, mert mindenképpen a középső ösvényen mind a két inhibitor szabad, toppon és a botlénen jelen pillanatban. A középső ösvényen viszont még abszolút van egy torony, de az már az utolsó torony a Wild Multigamingnek. Nincs több tornya, azt kell beosztani konkrétan. Még ezzel szemben azért a Pusztító 5-nek van 5 darab torony, csak Nexus is védi legalább egy torony. Hatalmas Korki rakéták repülnek közben, ugye Blaken nem lesz őrangyal még a következő csata idejére, ez teljesen egyértelmű, jóval nagyobb rajta az újratöltési idő. Elérhető lett volna ugye Oriannán is egy őrangyal, de ő ezt nem veszi meg. Ő kihagyja úgy, ahogy van, és Viker kap sokat, de jön Zed. Na mióta nem a legjobb, hogy benn van Robust 3-4 ember között, el is takarítják közben. Rop. Nem tudom, hogy kijönni, ki tud. Hát a villanás az jó, ettől függetlenül mindenki lossanak, a lefogás, hogy gyönyörű, szép volt. Így megvan Robust okozban.
A pusztító Five-nak viszont megint nincsen lehetősége tovább menni, leesett az őr angyal ugye Corkiról, és Corkinak vissza kéne nyerni az életerejét. Nincsen azonban lehetőség mit ütni. 24-33 ugye az állás, és megint igazából így Robusto nélkül van a Wide Multigaming csapata. A pusztító Five teljesen 5 emberrel. Hát nem tudom. Jó ég, az életerők teljes birtokában mehet előre megint a pusztító Five. Corki az, aki le van maradva a többiektől, ő hozza a minionokat az alsó ösvényen, ami azt jelenti, hogy az inhibitort itt meg lehet próbálkozni, még majd bedönteni a wildosok, eközben bukják el a Banshee fight lát. Valahogy védeni kell ezt az inhibitort, még mindig 20 másodperc van, Zeddig. 60 percnek közel az inhibitor most dől be majd, az alsó is bedőlhet majd. Tast lehet bajban, mindenképp jó a villanás, ETF buborék az nem talál rá, hogy elsőről lehet majd bajnak, ugye még zónja ugyanúgy van, elérhető. Rumble ulti, Orion ulti, Ben, Orion ulti és Rumble ulti nélkül dölt be az inhibitorja a Wild Multigaming csapatának. Eközben lép visszafele a pusztító Five, Nashorról és Sárkányról még egy jó ideig nem beszélhetünk, hiszen a buffja a Nashornak még mindig tart. Visszamennek a kezdőre a pusztító Five játékosai, mindenki felpakolja magára újra az elixír kombót. És valószínűleg a játék utolsó harca immáron elkezdődhet. Az alsó inhibitor miatt embert kell majd áldoznia a Wildnak a védelemre, és ezt, hogyha ki tudja használni a pusztító Five, akkor meg lehet a meccs. Robunak és Corkinak nem lesz elérhető az őrangyala, ez teljesen egyértelmű. Blaken viszont ott díszeleg már az a lélek, ott kering körülött, ami visszaköltözik a testébe, hogyha netán valaki a légycsapóval agyonütni a kis szöcskét. Megindul minden egyes játékos a pusztító Five-tól. Morgana, ha jól látom, még Corkinak a piros buffot le fogja készíteni. Ez is teljesen biztosra mennek Czolék. Ami rendelkezésre áll lehetőség, azt meg kell ragadni a Wildnak az inhibitora felé. Megindulhatnak most öten a középső ösvényen. Lassan belekezdünk a 66. percbe is már. Hihetetlen, 111 ezer gold van a pusztító Five-nak, míg ez eszemben a Wildnak 94 ezer. Ugye már az egyenlően egy tornya van a Wild Multigaming, több perce már, több hosszú percek már, hogy egyenlően egy tornyát kell beosztania, hát akörül áldogál mindenki. Zednek eközben Blazed farmja van, ugye 440-nel állt Orionna, ő vezeti a teljes tabellát, de itt már a farm mennyiségek jelentősége teljesen elhanyagolható, mindenki teljes inventorival rendelkezik már egy ideje, és akkor átterülődnek a felső ösvényre a pusztító fájvosok, ott van még torony nélkül inhibitort nyitva. Mi kell, még a Mavaz nincs kész, csak a Hexring kell, de ettől függően persze teljesen mindegy, igazából abszolút a szóló farmlásnak a szempontjai, mindenki lehet rakat farmi jelen pillanat, igazából jó, egy jó, én azt hiszem, hogy fél óráig igazából az megy, hogy a farm teljesen mindegy, itt fight, ott fight, mi az enyém, ez az enyém, ti, ez a tiéd, igazából, és még az inhibitor megy a fight, Viker kezdve a fight, tehát nem jöttek, mindenképpen jön ki, lossulján rajta valamilyen fókuszat, Ashen Ulti mindenképpen kim van, Vikernek az angyali le fog így esni, Menchfennek szintén hátul a Blakenek, rajta Robust, mindenki gyönyörű szép volt, az elmozdulás, Nami még hátul bulizik, ettől függ most lesz majd ki, Viker bele fog így halni, Viker is meghal, Taz is meghal, Pón is meghal, Robust is meghal, Tristan pedig egyedül, abszolút semmi indeterővel, 1v5-ben, hát ha ezt lehozza Exxon, akkor levágom a szakállamat. Az biztos, egészen Nexusig menetel 5 élő emberrel a pusztító Five, és GG. Ezzel 2-1-es arányban kipottyantja a Wildot, hát a nagy tapsod a pusztító Five-nak, szép meccs volt. Le a kalappal, komolyan le a kalappal, 20 ezer aranyból álló előny 66 perc alatt. És akkor azt ki lehet jelenteni, hogy hamarosan, nem 5 perc múlva, biztos, hogy kell pihenő, mert itt igazából lassan vércsöppök folynak az emberek arca, annyira megjutottak a meccs alatt, és mindjárt hamarosan neki fog veselkedni a döntőnek, addig is köszönjük szépen a figyelmet. Ó, anyám, köszönjük a figyelmet. Jó, anyám, pihenés.